Pontban 10 órakor csendültek fel az ország almánál a Csitári hegyek alatt című népdal első hangjai, az előadóknak pedig valamilyen módon mind volt közük Mihály Gyulánéhoz, vagyis Eszti nénihez. Mihály Gyuláné, Eszti nénire emlékezünk, aki az Énekzenei Általános Iskola alapító tanára volt. Mihály Gyuláné Kodály Zoltán egyik legtehetségesebb tanítványa volt. Nemzedékek sorának énekzene tanáraként és több kórus karnagyaként meghatározó szellemi és kulturális örökséget hagyott a városra. A Zenei Nevelésért Alapítvány születésének 100. évfordulójáról szeretett volna megemlékezni tavaly, ám a pandémia miatt ez nem valósulhatott meg. Ezért egy évvel később emlékeztek meg Eszti néniről, egy nappal a Zene Világnapja előtt. Életvidám, nagyon precíz, jó muzsikus, aki hát gyerekek százait tanította meg a zenei írás olvasásra, az éneklésre és a zene szeretetére, és hát ezt a tanítványai ma is viszik tovább. Kívánom, hogy mindig jöjjenek újabb és újabb elkötelezett emberek, hogy Székesfehérvárnak az a zenei nívója, amit ma magáénak tudhat, az a jövőt illetően is megmaradjon. A rendhagyó megemlékezésen Mihály Gyuláné egykori tanítványaként Brájer Éva is részt vett. A kulturális tanácsnok Eszti néni örökségét méltatta. Eszti néni munkásságának is köszönhetően, hála jó Istennek, hogy az ikonikus tanárok sora folytatódott, és így köszönhetjük meg ma az Imrének is azt, hogy itt lehetünk, hogy vannak közöttünk Radics Évák, Neifel Imrék, és még nagyon-nagyon sokan mások, akiknek fontos az, hogy azt az életművet, azt az elkötelezettséget tovább vigyék. Az egykori tanítványok az ország almánál dottóra ültek, és kis vonattal járták végig azokat az iskolákat, ahol Eszti néni tanított. Ez volt az első otthonunk, iskolai otthonunk nekünk, akik 55-ben kezdtük az Énekzenei Általános Iskolában a tanulást. Eszti néni vezénylő és gyönyörű éneklő tehetségével vezetve. Elsőként a Szent István mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum és szakképző iskola épületénél álltak meg, ahol Eszti néni első 1955-ben indított osztálya emlékezett meg egykori tanárnőjükről. De később a Vasvári Pál általános iskolánál és a gimnáziumnál is, valamint a Hermann László zeneiskolánál is lerótták tiszteletüket az egykori tanítványok és utódok. A megemlékezések közepette a Kodály Zoltán általános iskola és gimnáziumban koszorút is elhelyezett a megemlékező tömeg Mihály Gyuláné Eszti néni emléktáblájánál.